Amiket itt látunk, ezek alapvetően a robotika legújabb ágaihoz kapcsolódó kutatások. Egyrésztről az orvosi robotikának a csúcsa, a sebészeti robotika az, ami megjelenik itt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy saját Da Vinci kutató robotrendszerünk van. Ugye az országban sajnos ez egyetlen Da Vinci rendszer, annak ellenére, hogy a világon van 4500 ilyen, amit klinikumban használnak, de az igazán különleges, hogy a kutatási verzióból csak 25 darab van a világban, és ebből tudtuk mi az egyiket megszerezni egy nagyon jelentős nemzetközi együttműködés révén. Hello, let's do some basic stretching exercises together. A másik oldal, amivel foglalkozunk ténylegesen, az úgynevezett emberközpontú robotika, a kollaboratív robotika, olyan alkalmazások, például ipari automatizálásban is megjelenő feladatoknak a végrehajtása, ahol az embernek és a gépnek közvetlen egymás mellett kell dolgoznia. 20-30 éven keresztül ez megoldhatatlan probléma volt, ugyanis nagyon komoly biztonsági kockázatot jelentett a robot az emberre nézve, és mostanra jelentek meg a 2010-es évek első felében azok a robot rendszerek, robotkarok, amelyeket már felvérteztek olyan újfajta irányítási mechanizmusokkal, olyan szenzorokkal, amelyek révén biztonságosan használhatók az emberek közelében, de ez még egy nyitott kutatási kérdésemben foglalkoznunk kell. Az egyiknek azt gondolom, nagyon sok funkciója van itt az egyetemen. Az egyik funkciója az mindenképpen az oktatói-kutatói utánpótlásunknak a megteremtése, de én mindenképpen azt gondolom, hogy az egyiknek bizonyos értelemben az ipar felé kell fordulnia jobban kihasználni a Budapest, illetve a Budapest környéki ipari lehetőségeket, és minél több kutatásfejlesztési munkát behozni az egyetemre. Ez egy fontos cél, ami irányába az egyiknek majd mennie kell, és talán a költözéssel összefüggésben ez is segíthet, hiszen egy komolyabb környezetben tudják most már fogadni az üzleti partnereket is.